Miért nem jó a kazein a szervezetünknek? Hogyan okozhat cukorbetegséget és klerózis multiplexet a tejfogyasztása? Milyen hatással van a tej a hormonrendszerünkre? Mi a különbség a kazein A1 és kazein A2 között? Hogyan befolyásolja az inzulinszeri növekedési faktor a vércukorszintünket? Miért érdemes kerülni a tejtermékek fogyasztását? Miért jobb vajat tenni a kávéba, mint tejet vagy tejszint? Kérdések, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, és kérdések, amelyre ma kivétel nélkül mindegyikre választ kapunk. Üdvözlöm, ez a Perfect Smile podcastja! Kedves hallgatóink, ez az epizód egy 13 részből álló sorozat része. Az epizódok szervesen kapcsolódnak egymáshoz, érdemes követni a csatorna frissítéseit, hogy ne maradjanak le egyetlen részről és egyetlen fontos információról sem. Már csak azért is, mert te mérdek hallgatói visszajelzés hatására, és főleg nyomására dr. Balsai Tamás most először konkrét termékneveket is megoszt majd a podcastokban. Eddig ugyan ellenállt ennek, de most elérkezettnek érzi az időt, hogy felfedje azokat a megbízható márkákat, amelyekben valóban hisz. A beszélgetések során részletesen kitér az ajánlott termékek minőségére, hatására és a mögöttük álló tudományos kutatásukra is. Mert hát kedves hallgatóink, akkor az élelmiszer spájzunk, az ürül szépen az első két-három polcot, azt már elvileg kitakarítottuk. És ami most következik, az nagyon-nagyon az rosszul fog esni. Az fog a legrosszabbul? Rosszul? Nem, hasonló a többihez, de ez, Na, ez megint nagyon neki rosszul mi? fog esni. Neki, mi? Nem eszem kazeint. A kazein szintén egy fehérje, Kétféle van, amit mi ismerünk. Kazein A1 és kazein A2. A Kazain A1 az nekünk nagyon nem jó. A világon a tehenek, a tehén családok az két nagy család. Az egyik a Kazain A1-es, a másik a Kazain A2-es. A nyugati világban a Kazain A1-es van főleg. Ha hozol kazein A2-est, akkor elélít, tehát nem azért nincs, csak így alakult ki. A kazein A2-es, tehát az a tej, mert ugye a tejről beszélünk, uh -huh. okay. a kazein A2-es tej az tized annyira nem káros, mint egy kazein A1-es. Ez a kazein, ez szintén átmegy a bélen, főleg, ha kinyitod. Tehát, ha, ha egy pohár tejjel iszod meg a reggeli uh -huh. kiflidet, akkor biztos, hogy átmegy, és abszolút megzavarja a hormonrendszeredet, cukorbetegséget fog okozni, szklerózis multiplex, Parkinson kort, stb. Uh -huh. Ez a bajok a innen. Önmagában azt gondolom, hogy egy állat teje az biztos, hogy nem jó nekünk. Nem, nekünk készül. Uh -huh. Ugye boldogan szokták a laktózmentes tejet kérni az emberek. És akkor azt hiszik, hogy fú, nagyon, nagyon jó. A laktózmentes tej az úgy készül, hogy belefecskendeznek egy baktériumot a tejbe, és a laktózt lebontja glükózzá. Tehát a laktózmentes tej azért édes, mert glükóz van benne. Uh -huh. Mi az a laktóz? Ugye ez a tejcukor. Az anyatejben is van laktóz, és gyerekkorban, csecsemőkorban mi ezt le tudjuk bontani. De ezt útközben elveszítjük. És az a szerencsés ember, aki elveszíti, mert akkor ő megissza a tejet, és azonnal összefossa magát, és innentől kezdve elengedi a tejet. Mert a laktóz az fel annyira nem káros nekem, mint az a kazain, ami bemegy. De ha most akkor a borjúról beszélünk, akkor a borjúnak a tehén olyan tejet fog készíteni, hogy abban benne legyen a növekedési hormonja a tehénnek, uh -huh. és minden más, ami nem nekünk készül. Van benne egy inzulinszerű növekedési faktor, ezt IGF-nek hívják. Uh -huh. Azért inzulinszerű, mert gyönyörűen be tud kötni az inzulin receptorokhoz. Uh -huh. Most ha beköt az inzulin receptorhoz, akkor ugye nem tud bemenni a glükóz a sejtbe, mert hiába jön az inzulin, nem tud bekötni, és nem indítja el ezt a hatlépéses foszfolilációs folyamatot, ami után meg lenne a kapu, hogy bemenjen a glikóz. Abszolút fölborítja a hormonrendszeredet. Na, tehát akkor tejek nincsenek. Ö, nem egészen ennyire sarkalatos. Hála a növényi eredetű? Nem, 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 nem. Nem, 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 nem. Már menekülsz. Nem, hát már e, majdnem a kompletát is előhoztam. eladást tartok, akkor mindenki kétségbe esett, be, de főleg a hölgyek, hova lesz az én kapucsinom? Tehát a, ugye, aki kapucsinót üteszik, az nem kávét iszik, igen, hanem igen, tejet iszik, igen, iszik igen, valamilyen az ízzel. Mert én, én majdnem hoztam már a kompletát is példaként. E, tejnek szerintem a tej zsírból köpült vaj uh -huh. az biztos, hogy jó. Tehát a vaj jó. Teljesen rászoktam arra, hogy a kávét vajjal iszom. Ez életemben nem is hallottam még erről. Figyelj! Nem én találtam ki, de hidd az, hogy én. Na jó, oké. Okay. Olyan teljes kávé íze van. Tehát vajat teszünk a kávéba? Vajat. Miért ne? ha tejszint raksz bele. Hát ez az, meg ha port, akkor... Akkor Aha. próbáld ki. Na jó, holnap reggel kipróbálom. Figyelj. Mindegy, Hibátlan. hogy milyen vagy. Hát te a vaj, tehát jó, egy jó okay. minőségű, jó, hát válasz jó minőségű oh, okay. vajat, jó? Márkázott te a vaj, vagy nem Na. tudom, mik vannak. Reggel kipróbálom, majd küldöm az sms hogy, hogy íz lett. Hibátlan lesz. És azt gondolom, hogy a, a nagyon hosszú ideig érlelt sajtok, tehát az igazán kemény sajtok, uh -huh. a Padano, az Old Amsterdam, vagy a, hát tudjuk, mi az a kemény sajt, ami, ami, ami úgy kopog, ami fél évnél is többet érlelik. Az alatt, a hosszú idő alatt az élelő baktériumok szerintem megeszik a kazaint annyira, hogy az hát. nem olyan káros. Aha, na így már értem, én egyszer küldtem neked egy, egy fotót, egy sajtról, és azt mondtad, hogy lehetne még keményebb. Igen. Akkor Igen, mert uh -huh. most nem a trapistára, meg az ejdelmére gondolok, uh -huh. ami mit tudom milyen éri és gyorsítóval, meg nem tudom, mivel uh -huh. gyorsan legyártja az ipar. Ezeket nem lehet gyorsan. Ezeket tényleg ott kell tárolni a uh -huh. polcokon. Jó, biztos munkolják, András. Biztos munkolják. Ebbe százszerzelékig biztos vagyok. Ezeket ott kell tárolni, bizonyos időnek el kell tenni, és akkor lesz olyan íze. Okay. Mindent nem tudsz kizárni. Uh -huh de ezt ki kell zárnod. Ugye kalciumforrásnak gondoljuk a tejet, igen, van benne kálcium, ö, nekünk a zöldségekben is rengeteg kálcium van, és minden másban is sok kálcium van. Nem kálciumforrás a tej. Tehát nem kizárólagos kálciumforrás a tej. Uh -huh. Baromira hozzájutsz a kálciumhoz tej nélkül, ha esetleg ezért iszod. Viszont nagyon megzavarja a hormonrendszert. Ö, és nagyon rákkeltő tud lenni a megzavart hormonrendszer. Nem a tej rákkeltő, nem ezt mondtam. Uh -huh. <laughs> Oké, okay, értem. Ezt értem. A, az onkológusok mondják, ha ők akarják. Én azt mondtam, hogy a megzavart hormonrendszer tud uh -huh. rákkeltő lenni. Szomorú hír? Annyira nem. Rosszabbra számítottam, meg hát a vajjal megmentetted a. Ez a ki, Oké. Okay. A hallgatóknak is javasoljuk. Okay. Na menjünk tovább. Kedves hallgató, a Perfect Smile podcastját hallotta! Köszönjük az idejét! Hanganyagainkat épp azzal a szándékkal indítottuk, hogy a gyógyítás holisztikus szemléletét, azaz komplexebb látásmódját közelebb hozzuk az emberekhez. Küldetésünkkel nem csak fogakat és szájüregeket, hanem életeket is mentünk. A Perfect Smile fogászat sosem volt egy klinika a sok közül. A dr. Balsai Tamás által már jóval több mint 35 éve vezetett praxis mindig is többet adott, mint egy klasszikus fogászati rendelő. Az audio tartalmainkat is épp ez a szemléletmód követi. Izgalmas, tanulságos, sokszor életmentő témákat dolgozunk fel több ezer páciensünk megélt tapasztalatai nyomán, éppen azért, hogy a megelőzés terén még napra fejlődve egészségesebbé váljon a hallgató. Miközben a mosolya nem csak tökéletes marad, hanem őszintévé is válik. Hamarosan újabb podcast epizóddal érkezünk. Keresse korábbi adásainkat is csatornáinkon az archívumban, amelyeket jó szívvel ajánlunk a reggeli vagy a délutáni kávéja mellé.